Üdvözlök mindenkit, Necrokrim vagyok. Jöjjön Monster Hunter World, egy játék, amit azért vettem meg, hogy őszintén bevalljam, mert agyon hype-olta mindenki. Még az én kedvenc videóseim is, akit nézek ilyen játékbemutatók terén, és akikről úgy gondolom, vagy azt hiszem, vagy jól leplezik, hogy őket fizeti bárki azért, hogy jót mondjanak egy játékról, ők is felépítették a játékot, és azt mondták, hogy hú, ez egy jó játék. Hát mondom, akkor csak van valami mögötte, megveszem. Egy a fene. Úgyhogy, hölgyeim és uraim, jöjjön Monster Hunter World a vélemény bemutató PC változata, és nem egy két óra játék után lévő bemutatóról beszélünk, hanem hogy játszottam vele, hogy megismerjem a játékot, és ez alapján úgy gondolom, hogy tudok hozni egy kicsit komplexebb véleményt, esetleg azoknak, akik kételkednek rá, ami nem arról szól, hogy valaki fizet nekem, hogy jót mondjak a játékra, mint ha valaki fizetne nekem, hogy jót mondjak bármelyik játékról is. És ja, őszintén róla fölépítem a bemutatómat, hogy úgy mondjam, tehát is sorra fogok venni pró és kontrákat. Úgyhogy érdemes itt maradnod, végighallgatnod, és ne az első pár perc után döntsd el, hogy miről szól ez a játék. Szóval, azt tudjuk ugye, hogy Japánban ez hatalmas siker, Ázsiában hatalmas siker, első rész hatalmas siker volt, második rész is úgy néz ki, hogy ilyen instant siker volt, és meglepetésszerűen jött ki PC-re, nem hype-olták agyon a megjelenést, csak úgy, ekkor augusztusban megjelenik, ó, zsír, tök jó, vegyük meg. Hát ugye a félelmek azok ott vannak, konzoljátékról van szó, amit átportolnak PC-re, úgyhogy ott már kezdődtek a problémák, és igazán is volt. Valamikor tanulhatna már a Capcom is, tehát nincs 21.9-es support a játékba. Kaparom a falom. Remélem, hogy kijavítják idővel. 21.9-es monitorom van, sokan tudjátok. Hát igen, ez már rögtön úgy indította a játékot, hogy kicsit drága vagy te azért, hogy ne legyen 21.9-es support. De őszintén erre egy kicsit gondolhattak volna, de nem is értem. Oké, mondom, jó, nincs 21.9 support, semmi probléma, bim, áttolom a kis monitorra, az 16.9-es, le van tudva a gond, bár persze azért sokkal jobb lenne 2K-ban játszani, mint 1080p-be, mindegy, ez van, megcsináljuk, élvezzük, nem adjuk fel. Akkor utána jött a következő pofon, a japán, a nem japán kinézetű, de japán anime stílussal ellátott karakterek. Na most ez alatt azt értem, hogy a japán idióta anime stílussal ellátott karakterek, ami egy kicsit ilyen nagyon szíven ütött. Jó, valószínűleg azért, mert ugye európai vagyok, a kultúra más, de lehet, hogyha japán figurákat látnék a játékban, akkor valahogy jobban azonosulnék. Valahogy animékbe is fura egy kicsit, de magába a játékban valahogy nekem még furább, de ez én vagyok, ez nekem, én mondom, ugye a társ, akit kapsz magad mellé erre a játékra, az egy női társ lenne, és olyan furcsa személyiséget adtak neki, amit elég nehéz elviselni, ilyen túlzott gesztikuláció van benne, túlzott testi mozdulatok, és túl hosszú ideig is tartanak, és így vakaron a feje, Istenem, miért nem lehet egy történetet elmondani rendesen? Oké. Ez meg mindig nem adjuk föl, megyünk tovább, remélem még kitartottál mellettem. Nem adjuk föl, megyünk tovább. Aztán kiderült, hogy kapsz egy macskát társadnak, ami... Miért egy macskát? Miért nem lehetett egy kis sárkányt választani? Vagy egy... Miért konkrétan csak egy macskát? Miért nem lehet ezt így lecserélni valami? És őnekik is olyan túl áradó jókedvük van. Nincs baj a jókedve, de olyan túl áradó személyiségük van, hogy már idegesítő, hogy őszinte legyek. A játék címe Monster Hunter World, szóval így gondolná az ember, hogy egy kicsit hallik a depresszívabb, szörnyek ellen küzdünk, harcolunk dolgok felé, de nem. Ez a játék úgy adja elő az egész szörnyvadászatot, mint hogyha a világ legjobb dolga lenne, és legjobb szakmája lenne, és igazából, ahogy a világ univerzum meg van kreálva,
ez így rendjén is van, mert a játék arról szól, hogy ő lesz szörnyeket, hogy jobb legyél, hogy erősebb legyél, hogy a játékbéli karakterek, közösség, a hely, ahol vagy, erősebb legyen, és persze, hogy legyőzzük a nagy Godzillát, de az egész úgy adja elő, mintha, ami nem baj, megint csak mondom, nem baj, majd rátérünk, mintha ez a világ természetes lenne, hogy ebben szörnyek vannak, és az emberek ezeket vadászák, és a macskák is. Hú, na, szóval ilyen apró gondokon túltettük magunkat, és hát adjunk tovább esélyt a játék. Ez még csak az eleje volt, az intro, amik így instant így feltűntek, és nekem, mint európainak, egy másik kultúrával rendelkezőnek, egy kicsit úgy furán érintett, hogy őszinte legyek. Aztán persze itt még nem volt vége. Vakmix kollégámmal játszottunk, és... hát egymásra akartunk csatlakozni. Na, hát az egy külön frusztráció és nyomozás volt 2 órán keresztül, hogy hogyan tudunk egymásra csatlakozni ebben a tetves játékban, és a tetves játék miért nem engedi ezt meg. Aztán végül odáig jutottunk, hogy YouTube-on fölmentünk, kiguglisztuk YouTube-ra, fölmentünk, megnéztük, hogy kell egymásra csatlakozni, aztán végre sikerült. Ja, de ne lőjél fel, mert rá kéne jönnünk, hogy lehet anélkül, hogy lősz fel. Most megint beléptem hozzád, de ezt nem értem. Tudod mit? Várjál. Webböngésző. How to join friends in Monster Hunter. Ja, rákeresem arra, hogyan kell joinolni, akkor miért van az, hogy a szólóba akarok játszani? Mi a faszom ez? Ez a tipikus clickbait, geci kurva anyját. How to play with friends, geci, van ilyen videó YouTube-on, befosok. How to play with friends. 7 perces videó. És onnantól kezdve a játék egy 360 fokos fordulatot vett. Elképesztő élményekben volt részem, remélem, hát magam nevében beszélek, de ahogy érzékeltem, Vakmixel is ugyanez volt, hallgassátok csak. Azt a kurva. Nem vagyok a fején! Hogy kell, bassz meg, ha belebassz a fába, nézzet, hogy ugrálok a hátán. Yeah, piggy ride! Üssed! És most vissza a harcba! Azt a rohad el! Mi a faszom ez? Nézzük már, hogy verem! Nos, igen, szóval az egész, hogyha csoporttal játszol, egy hihetetlen jó élményt tud adni. A szörnyharcok nem könnyűek, de nem is nehezek. Egy pont megfelelő challenge, még egy alacsony rangon lévő játékosnak is. A játék végigvezet azon, hogy mit kell csináljál. A grafika, azt kell mondjam, hogy szép, nem gyönyörű, szép, és nagy felbontásban, 2K-ban, például ami nekem van, gyönyörű volt. Elképesztő fantáziadúság van mögötte, hogy haladsz a játékkal. A játék nem kicsi, több száz órányi játékot fog adni annak, aki hajlandó befektetni ebbe a játékba. És félértés ne essék, voltak frusztráló pillanataink is, hallgassátok csak. Geci, a levegőbe voltam. Hogy a faszba ütsz meg a levegőbe? Hallod, már megint fogja a fejét a karakterem, hát esküszöm, mint én baszom meg, hogyha bemegyek ebbe a kurva játékba. Hát de ugorj már el előtte, te retardált hülye faszkal a fasz, hogy basztál meg anyádat! Hogy lehet ilyen retardált egy karakter? Ez az volt, amikor Vakmix kolléga vesztette el a fejét, és itt jött egy ilyen különbség a szóló, illetve a... társas játék között. Valahogy leváltunk egymásról Vakmixről, és ugyanazt a küldetést kellett csináljuk, és egyszerre csináltuk,
és egy nagyon nagy szörnyet kellett kinyírni, amit hát ordított róla, hogy szólóban ez nem megy, úgyhogy én hívtam segítséget, ő meg nem. Vagyis ő is hívott, de hozzá nem csatlakoztak be valamiért. Úgyhogy hozzám becsatlakoztak, legyőztük a szörnyet, kurva jó élmény volt, négyen nekivetettük. Éreztem, hogy akik becsatlakoztam hozzák, egy kicsit már előrébb járnak, mint én a játékban, jobban ment neki, könnyebben. Könnyű volt, mire Vakmix az meg, a kurva élet, tehát végig ordította izét. Aztán én is bejoinoltam hozzá, miután legyőztük az én szörnyemet, és megcsináltuk ketten az ő szörnyét, és tök rendben volt a dolog. A játék koopra van kitalálva. Pánikolsz, mert szóló játékos vagy? Semmi baj. Ha már elég erős leszel, biztos vagyok benne, hogy szólóban is le lehet nyomni a szörnyeket, talán max. Egy kicsit hosszabb időt, de úgy van kitalálva a játék, azoknak, akik ismerik például a Warframe-et, ilyen négyfős koop, bármikor rácsatlakozhatnak a társaid, amennyiben kiküldesz nekik egy SOS jelet, bárki bárhonnan rád csatlakoztat és segített, és jönnek. Hála az égnek! Hála az égnek! A játék hype-ja miatt sokan vették meg a játékot. Első nap csúcsidőben 300 000 játékos játszott a játékkal, és ez nagyon megnyugtató, szóval ha le is jár a csúcsideje, megeshet, hogy egy 100 000 játékos még mindig marad a bázisban, ami elegendő lesz ahhoz, hogyha nincsenek is spanyait, haverjait, szólóban told, mert fognak rád csatlakozni. Mivel, hogy a szörnyek úgy vannak kitalálva, hogy ne kap mindent meg egyszerre, többször kelljen menjél, így az emberek jönnek és farmolnak, és minden, amit az elején felsoroltam negatívumot, eltűnt, amire jó, még mindig digésítőek, amikor bejönnek a hülye animációk. Hála Istennek, az animációkat lehet skippelni, mindig ott lesznek az animációk, ha eszel, ha fegyvert gyártasz, ha, és egy kicsit ilyen mindenki over happy, tehát mindenki nagyon boldog, nagyon ó, tehát egy kicsit már idegesítő. Már idegesítően boldogak, érted? Legyél boldog, de ezek nem kell túlzásba vinni. Szóval minden ott van, de elkezdesz játszani a játékkal, és elvész ez az egész, és nem törődsz el, csak arra fókuszálsz, hogy menj és daráld a szörnyeket, és kurva élvezetes, hatalmas élményekben van részed. Az az igazság, hogy ki gondolta volna, hogy ilyen móka levadászni szok nagy dinoszauruszt, vagy repülő denevért, vagy nem tudom, hatalmas páncélzattal lévő érdekes szörnyeket. A szörnyek változatosak, változatos kultúrában, mozgáskultúrában, viselkedéssel, és mindegyik más-más meglepetéssel rukkol elő. Harcrendszer valahol megüti a For Honor és a Dark Souls közötti átmenetet. A For Honor alatt úgy gondolom, hogy időzítésre megy, időzítened kell, mikor nyomod meg a gombokat, hogy dodgyolsz, mikor ütsz, de annyit hozzá tudok tenni a For Honor-hoz képest, bár rég nem játszottam a For Honor-rel, a játék responsívebb, tehát sokkal gyorsabban reagál a karakter, mint a For Honor-ben a karakterek. Dark Souls-ra pedig azért hasonlít, mert nehéz, tehát nem csak odamész, lecsapod, azt jössz, mész, hanem harcolsz és küzdesz azzal a szörnyel, és néha úgy érzed, hogy ezt sose ölöd meg, de viszont nem annyira nehéz, és nem olyan szinten frusztráló. Jó, az, amit hallhattátok, azért ott megvolt, tehát Vakmixnek voltak pillanatai, mindenképp ő az a rage-elős fajta, és megvannak frusztráló, egyedül tényleg nehéz. Nekifogtam volt egyedül lezúzni egy szörnyet, szerintem egy 50 percig öltem és üldöztem, és persze aztán közben bejönnek a szörnyvés szörnyharcok, baszki. Amikor tudod, hogy esélyed nincs egy erősebb szörny ellen, hogyha becsatlakozik a harcba, és így nézed és várod, hogy azt a kurva de jól néz ki, és reménykedsz abban, hogy annyira megsebezze a nagyobb szörny a te szörnyedet, hogy ne kelljen annyit ölni, és reménykedsz abban, hogy téged nem vesz észre, és nem kezd el támadni. Elképesztően jó érzés, de és mindezt, ha kóban toljátok, akkor az igazi. Szólóban a játék végigvezet a single player kampányán, ami hát jó is, meg nem is, de lényegében abból áll, hogy vadásszál szörnyeket, ez semmi nagyon extra, és meg kell állítani a nagy-nagy szörnyet.
ennyiből áll a nagy dolog. Addig húzod el a single player kampányát, ami jól esik igazából, hogy erősebb legyél, és akkor itt rátérnénk egy kicsit a karakterekre. Úgy gondolom, hogy nem fedeztem fel teljesen a játékot értelemszerűen, szóval nem tudom, hogy mennyire lesz változatos, még teljes mértékben változatos fegyverek terén. Van egy néhány alapfegyver, ami mondjuk nem kevés, ami 10-15 fegyver, talán, és azoknak különböző változatai vannak, amiket fel lehet upgrade-elni. Az effektek, amik kijönnek belőlük, tök jól néznek ki. Ami a ruházatokat jelenti, páncélzatokat jelenti, nem feltétlenül itt lesz a külső, a fontos, hanem inkább, hogy milyen összeállításban rakhatod össze, hogy a különböző elemek, amivel a szörnyek megkínálnak, meg tud védeni magadat. Így aztán, de jól néznek ki. Alapvetően, tehát így szépek, jó fantáziadúsak, jól vannak kitalálva, és nem probléma van velük. Látszik, hogy van grind a játékban rendesen, nem mondom azt, hogy mindig, hogy egy szörnyet leölni mindig über jutalmazó, de úgy van kitalálva. Szóval a gameplayt szeretned kell ahhoz, hogy élvezd ezt a játékot, de a gameplay jó. Tehát szörnyeket vadászni móka. Ezt kell mondjam. Van egy ingyenes játék, az a neve, hogy Dauntless, hasonló, mint a Dauntless, csak a Dauntless ingyenes. Tehát annak, aki nem akarna sok pénzt költeni egy fizetős játékra, akkor én nagyon ajánlom nekik a Dauntless-t, teljes mértékben jó, csak úgy gondolom, hogy közel sem ennyire szép a játék, talán több benne a grind, mivel hogy egy ingyenes játékról van szó. A szörnyek pedig nem oly szintű változatosság, gyönyör, van közöttük. Tehát a Dauntlessben, mintha egy sémára húznának a szörnyek, egy sémájú viselkedésük van. Nekem úgy tűnt fel, amíg játszottam vele, nekem annyira az a játék annyira nem fogott meg, még a alfában kezdtem el vele játszani, lehet, hogy azért, annyira nem fogott meg engem, viszont itt ez a játék, annak ellenére, hogy fizetős, talán nem is olyan olcsó, amit itt kínálnak, változatosság, környezet, változatosság, környezet, gyönyörű, szörnyek változatosság terén az több, mint amit számomra a Dauntless kínálni tudott. Nos, srácok, ez lett volna az én Monster Hunter World review-m. Egy olyan játék, annak, aki szereti az MMORPG-t és keres egy jó MMORPG-t, még akkor is, hogyha abszurdnak látszik ez az ötlet, hogy szörnyeket ölni, meg mit tudom én, tehát úgy szörnyeket, hogy ilyen lényeket, amiket itt láthatok a videóban, még akkor is ilyen furának tűnik egy MMORPG-ben, amint túljutsz a idegesítő részeken és beleveted magad a játékba, ez mind eltűnik, és tök természetesnek tűnik az egész valahogy, és nagyon jó játékélményt tud adni. De annyi biztos, hogy el fogsz tölteni előtte sok-sok órát, és annyi pénzi, amennyiért árulják, a játék idő, amit kínál ez a játék, úgy gondolom, hogy megéri. Szóval azt hiszem, nem vagyok benne biztos, tehát én 40 akárhány euró fonté vettem meg, tehát az 50-60 körüli eurónak számít, nem tudom pontosan, de ár-értékarányban a szórakozás, amit nyújt, a mai AAA kategóriában, a mai ár kategóriában, szóval azért, mert tudom, hogy vannak ott olcsóbb, jobb jó MMORPG-k is, abban az ár kategóriában ez egy jó játék, amiben reménykedünk, 21.9-es support, remélem, hogy lesz, hogy fel tudjam venni nagyra a felbontást, és szép, még szebb legyen a játék. Annyi, ami igazán hiányzik, és meglátjuk a jövőbeli DLC-ket. Srácok, köszönöm, hogy megnéztétek a videót. Ha írjátok le, te megvetted a Monster Hunter World-ot? Van egy magyar közösség odakint, aki játszik ezzel a játékkal, akihez lehet csatlakozni? Írjátok meg mindezeket, köszönöm a figyelmet, tetszett a videó, dobj egy lájkot, iratkozzatok fel esetleg, Discord szervünk, bárki számára elérhető a videó leírásában, megtaláljátok hozzá a linket. Facebookon is várom a kérdéseket, Necrocrim. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!